There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all. És megoldódik, mint minden másik bicskén. Na és sportműsorunkról röviden. Az Etyek Bicske bajnoki labdarúgó mérkőzés rövid kis összefoglalóját tekinthetik meg. Etyek Bicske csapatával mérkőzött. Csapatunk összeállítása következő volt. Mattinger, Lóci, Udvardi, Pesenyei, Mihajlov, Erdész, Szekeres, Nelitó, Szabó, Német, Horvát, a csapat edzője Nagy Győző. Szóhoz jutott még Szekeres helyett Gándor és Horvát helyett Japab. Csapatunk javára. Jó szállált a labda. Nem túl kap egy nagyon jó asszit, de percjelző beintés alattán már lesen volt. Nelitó végzi el a bedobást. Nagy bedobáshoz készült. Pesenyei remek jót veszi le a jó fordulóra és hatalmas gólt rúg. Az első fél idő 20. percében. És már jól mutatja magát Ifjú Béla. Először várjuk a védőjére Erdész Ferencről, és szögletet harcol ki. Ifjú mellett Erdész Ferenc, aki végig őrizte szorosan az eteki csatát. Dobás, el is végezték gyorsan, visszakerül a bedobó játékosodó Belg. Jó a beadás, megtartalják, megfejelik a labdát, és Mattinger óriási bravúrral véz. Óriási helyzet volt az Etyekiek előtt, és már felszabadítanak védőjén. És Etyekiek rúghatják be a sorfalba. Ott egy újabb szabálytalan szerelés, és egy újabb Etyeki próbálkozás követik. Ez olyan két esemény volt, a közletek is jelzik azt, hogy támadólag léptek az Etyekiek, hogy de nagy a helyezkedés. És egy simongó kipattanottal védőkre is felszabadítanak. Föl a labdát, Etyeki előtt áll, a Etyeki játékos együtt a törölünk, amely épp hogy előtt áll. Petrugás, nagy a helyezkedésben, nem Misa, hova fejeli a labdát? Ez bizony hatalmas teljes volt saját katunkra, Mattinger, meg bravót kellett végrehajtani, hogy kinyomja a parád és helyes csikalabdával. Sikerül is Erdőtől leválnia a jobb oldalon. Egyedül törhet a kapunkra, meglövi élesen, pattogós, kellemetlen alapra, maxiát le Erdészről, és mind a kétszer elég közlekült, és újabb nehéz helyzet előállított a védőinket. És itt egy újabb fejes ifjú részéről, ahol Lóci a gólvonalon állva fejeli ki ifjú labdáját. Egy-egy kipróbálkozás óriási lendülettel tör föl a pici, és két védő között próbál betörni, de a játékvezető lefújja, holott, ha emlőszabályt a dísú, lehetséges, hogy berúgta volna a helyzetet. Mattinger is helyezkedik, de szinte nem lát semmit a sorfaltól és az Etyeki játékostól. Ott van Besenye is, Németh József mellett az Etyeki játékos. Besenye is takarja a szöget, illetve a látást. Mattinger is ott a lövés, és mit véd Mattinger? Óriási védés, és a védőink kivágják. Itt áll bedobás a hazaiak javára. Már csak 5 perc van hátra, csapatunk még mindig 1-0 arányban vezet. Itt egy két gyanús mozdulat, innen a kamerából nem lehetett látni, hogy tényleg kézzelt ott a nézők. Többen kezelést reklamálnak, a rendezők csillapítják ott a bicskei nézőket. Maradjanak csendben közben. Szűcsjátékvezető, szögletet ítél.
szögletugás, át a túloldal, ifjú vissza, és Szunyog óriási kopás gólcsúva, Kiskei Tatuba. Nézzük meg, hogyan volt ez a gól még egyszer. Aki kapásból borzasztóan nagy gólt rúg Mattinger Tatujába. 5 perc volt hátra, kérem szépen. Egy óra vezettünk, és ezzel a góllal kiegyenlítenek a hazaiak. 1-1 az állás a 85. percben. Mondjuk meg őszintén, hatalmas gól volt. Szunyog nagyon jól eltalálta. Ifjú pedig okosan visszafejelt a szorongatott helyzetben is. Igaz, óbákoznak, és egy Rócinak egy rossz hitemű belépését követően Szűcs játékvezető magához rendeli Lócit, és ki fogja állítani. Közben több néző berohan a pályára, elszabadul a pokol a nézőtéren. Feszült a hangulat, kint is, bent is a pályán. Egy-egy az állás, egy Szűcs játékvezető pedig 4 perccel a befejezés előtt kiküldi Lócit a pályáról. Egy rossz ütemű belépés következménye volt ez a kiállítás. Visszagurított labda, csínbe megy. Liakat pedig ott hagyja a lábát, szabadrugást ítél Szűcs játékvezető, 17 méterre kapunktól, 2 perccel a befejezés előtt, Etyeki szabadrugás 17 méterre, csavarodik a labda, de fölé. Egy mit szólt az eredményhez és a játékhoz? Nem az eredmény, hát a látottak alapján úgy érzem, hogy a szép számú közönség ilyen jó mérkőzés, ilyen színvonalas mérkőzés láthatott, és nekem az a véleményem, hogy a Bicske helyzet nélkül volt tudott szint előni. Mi pedig rengeteg helyzetet kidolgoztunk, többször is a gólvonalról mentettek. Én úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb álltunk a győzelemhez, de így, hogy nem sikerült gólt elérni, úgy érzem, hogy a döntetlen igazságos. Tibi, belülről milyen volt a mérkőzés? Kemény, durva, sportszerű? Nem, hát úgy érzem, hogy mind a két csapatnak a tagja igen nagy akaratát vetették bele magukat a küzdelembe, és hát, mint az ilyenkor lenni szokott, mindig azért egy-egy rossz ütemű becsúszás, egy-egy keményebb belépés becsúszik a játékba, de hát ez benne van, ez egy ilyen játék. Kevés idő volt hátra. Mit éreztél bent, hogy sikerül még egyenlíteni? Vagy marad a vereség? Nem, én végig úgy éreztem, hogy egyszer be kell találjunk. Hát végig beszorítottuk a Bicskét, szinte alig tudott kijönni a másik fél a saját tér feléről. És én végig bíztam abban, kérlek szépen, hogy egyszer betalálunk. Mentek Martonvásárba és Polgárdiba. Nagyon kemény mérkőzés. Mit vársz ott ezen a két mérkőzésen? Hát mindenféleképpen pontokat. Úgy érzem, hogy a csapat jó lendületben van. És hát mindenféle vereséget, semmiféle, mind a két mérkőzés. Polgárdi ellen is pontszerzéssel tartod a csapatot? Így van, természetesen, mindenféle. Hát én sok sikert kívánok ehhez, mai játékhoz meg gratulálok, kösz szépen. Hát ez volt a feladatom, hát megpróbáltam ennek eleget tenni, bár a Béla az egy nagyon jó játékos, hát többé-kevésbé ez azt hiszem, hogy sikerült. Rengeteget mozogtatok ketten, kifutottad magadat? Igen, egy kicsit elfáradtam. A mérkőzés eredményeihez mit szólsz, igazságos vagy nem? Hát azt hiszem, hogy egy kemény, de sportszerű mérkőzést láthatod itt a közönség, és hát ez egy szomszédvár, ez egy ilyen rangadó féle volt. Hát én elégedett vagyok az eredménnyel, az Etyeknek több helyzete volt, de szerintem a lelkes Bicskei csapat megérdemelt ezt az egy pontot. Igen, a másik fél időben, mint látjuk, ezt óriási nyomás nehezedett a kapunkra. Hogyan bírtátok ezt végül is? Hát igen, tulajdonképpen a gólnál voltak egyes emberek, úgy éreztem, hogy nem összpontosítanak kellőképpen, és ott emberek szabadon mozogtak, és ebből kaptuk az egyenlítő gólt. Hát nehéz volt. Hát nehéz. Esetleg ott a gólnál a gól elkerülhető lett volna? Persze, minden gól elkerülhető, de amúgy is itt Etyeken egy pontot elvinni, azt hiszem, hogy mindenkinek dicsősége, minden csapatnak dicsősége. Én is nagynak tartom az eredményt egyébként. Térjünk vissza a gólra. A gól előtt ifjú felelte vissza kapásra a érkező csatárnak. Te hol voltál akkor? Hát én előtte voltam, igen, visszafejelte, de volt még ott egy megelőző kezezés, amit a bíró úr valahogy elnézett. Nem tudom, hogy ezt ő miért nem látta, ez a, nem tudom, hogy hívják ezt a nagy darab gyereket náluk a bíró, azt hiszem a bíró ott tisztán kézzel fogta meg a labdát, és onnan indult ki az egész tulajdonképpen, utána lett szöglet. Ez most nem függ össze a góllal, de ez egy tévedés volt. Igen, ettől függetlenül az utóbbi hetekben egyre jobban játékbe lendülsz. Továbbiakban mi várható? Hát remélem, hogy
most már azért megtalálom, összeszedem magam, a sérülésem úgy néz ki, rendben jött, a derekam nem fáj. Most területleg egy kicsit még összeszedem magam, és megpróbálok ugyanaz lenni, mint amíg. Nagyon sok szurkoló nevébe kívánhatom azt, hogy gyógyulj meg, és két hét múlva újabb körzeti rangadót játszunk Csákváron. Ott mit vársz? Hát biztos, hogy ott is szoros lesz az eredmény. Hát remélem, hogy győzünk most már. Jó. 70 hátra, csapatunk. Innen a kamerából nem lehetett látni, hogy tényleg kéz volt ott a nézők, többen kezelést reklamálnak, a rendezők csillapítják ott a bicskei nézőket, maradjanak csendben közben, sülcsjátékvezető, szögletet ítél, szögletrugás, át a túloldal, ifjú. Kunyog, óriási kapás gólt rúg a bicskei kapuba. Itt Csákváron óriás az érdeklődés a mérkőzés iránt. Ezért néző van jelen, hogy szemtanúja legyen a másik helyzet Bicske és a nyolcéken álló Csákvár körzeti rangadójának után. Egy szem gólunkat Jakab Ferenc lőtte. Csapatunk összeállítása következő. Bakó, Lóci, Udvardi, Erdély, Pesenyei, Tekeres, Nelitó, Némer, Mihályló, Rámics, Horváth, Tartalékot, Matinger, Gárdony, Jakab, Szabó és Ölvedi csapat edzője, nagy győző. Erdész ugyan elvesztette, de Rányics Karcsi visszaszerezte, és jó indítja Misát jobb oldalon. Jó az indítása, Misa késlekedik, egyből kellett volna rúgni a labdát, így azonban Kardosé. És itt van az első hazai próbálkozás. Jobbra kerül labda. Naus Csaba próbálkozott. Badása, és itt egy lövés, amelyet Udvardi kifejel. És megy, kéri a labdát, Nelitó kapta, Nelitó kitette gólhelyzetet, vissza kellett volna varózni és lőni, és kivágják a védőt. És Bakó pedig fölé nyomja. Hát nem hát, persze. Újabb hazai próbálkozás, jobbal mag elé tette a csatár, és ballal épi mellé. Tehát vesztek pontok tekintetében jobban állunk, mint már említettem. Amennyiben döntetlen maradna a végeredmény, úgy természetesen Polgárdi, mivel Polgárdi szombaton lejátszotta a mérkőzését, Baracskán győzött 3-1-re, úgy Polgárdival egyformán állunk vesztett pontok tekintetében. Csapatunknak nagyon kemény mérkőzései vannak még hátra. Vasárnap Adonnyal játszunk Bicskén 17 órakor. Június 5-én Abán szintén 17 órakor. Június 12-én pedig Bicskén Puszta Szabolcsot fogadjuk, majd június 19-én Sukoron fejezzük be a bajnoki mérkőzéseket. Udvardi vezetgeti a labdát, Szekeres indítja Lócit, a Lóci remekül teszi maga elé fejjel, lőhetne is, lő is, tudani kardosan nem véd, remekül, akkor a kirúgás után Horváth Iminél van a labda, Szekeres helyezkedik, Kisamár továbbítja, és Szekeresnek, Szekeres jól teszi maga elé, két ember között tör ki, és fölvágja. Rányics kapja, tör befelé, gyakasztás, a Horváth Imi előbb egy kifejelik. Lóci továbbított Rányis, a Rányis visszatette Lócinak, és Gulyás elcsúgán elkapálja Lócinak. Oszoli, Oszoli jó bújik ki Udvard és Nelitó között, és a hosszú mellett ellövi. Szabadrugás a hazai a javára. Szabadrugás tehát. Zeneklövés és jó védés a pozitív. Jó továbbítás és egy nagyon nagy helyzet. Szerencsével egyszerűsít a csapatban. Lajos, a Csákvárok edzője, egy nagyon nehéz mérkőzésen vagytok túl. Mit szólsz a mérkőzéshez? Ez egyértelműen a nehéz mérkőzésen volt túl, de azt mondom, ezt elmondhatja magáról a Bicske is legalább, hogy nehéz mérkőzésen volt túl. Azt tudtuk, hogy kemény lesz.
tulajdonképpen a kiállítás után döntő fölénybe kerültünk, helyzetek is voltak, de ezeket nem tudtuk kihasználni. Az akarással nem volt gond, tehát a helyzetig eljutottunk, de a góra játék. De szerinted a mérkőzés eredménye igazságosnak mondható? Nem mondhatok más, mivel 0-0-et. Jó. Tegyünk már vissza egy kicsit múlt heti mérkőzésre. Sukor ellen mi volt? Sukor ellen kikaptunk egy 0-ra, kaptunk egy 11-es, tehát utólag kiderült, hogy nem volt belül, de végülis a játékvezetőnek a szíve joga, hogy azt fújja, amit akar, és én ezzel sosem szoktam foglalkozni. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy utána létszámfölénybe is kerültünk, én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést meg kellett volna nekünk nyerni, mert a hazai csapat nem, mi velünk jobban futballoztunk, csak a gólretörés az hiányzó. Meg volt a gólretörés is, de a végeredmény az elmaradt sajnos. Egyébként jól játszottatok ma is, magyar kupában remekül szerepeltek. Mi a célotok? Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a következő ellenfelet szeretnék mindig legyőzni. Én úgy hallottam, 89-ben Népstadionban játszottatok ilyen szabadföldkupa döntőt. Meg akarjátok ezt ismételni? Most pontosítani akarok, hogy a dicsőműltől nem akarom elhatárolni, nem ez a csapat volt és nem én voltam, tehát abból a csapatból talán 3 vagy 4 voltak. Hát nyilvánvaló, hogy a cél az, hogy minél tovább eljutni. Tehát szeretné hasonló sikert, mint akkor volt. Természetesen, hát ez motivál engem legalábbis, és úgy gondolom, hogy a csapatot is, enélkül nem érdemes csinálni az egészet. Lajos, nyomasztó fölénybe játszottatok mai mérkőzésekhez. Gratulálok tovább. Győző, egy nagyon nehéz küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. Mit szólsz az eredményhez és a játékhoz? Hát így utólag végig gondolom, az eredménnyel elégedett vagyok. Mert végsősorban egy ilyen kulturált csapat ellen 70 percig emberre hátrányba bejátszani, azért ez nem... Ez egy komoly fegyverténynek tartom. Ez a mérkőzés akkor lett volna véleményem szerint tényleg izgalmas a számunkra. Ez a kiállítás nem történik, ami véleményem szerint, hogy jegyezem meg zárójelbe, azért egy kis elhamarkozottnak tartom. Attól kezdve szényes való, hogy védekezésre kényszerültünk. És azért nagyon nehéz úgy játszani, hogy állandóan nyomás alatt van a kapunk. Bár meg kell, hogy jegyeznem, hogy kimondottan gólveszélyes akció, talán egyet vagy kettőt tudnék megemlíteni az ellenfél részéről. Inkább, hát fölényben voltak az egyértelmű, de úgy érzem, hogy ez a fölény ez meddő volt. 16-osnál az az érzésem, hogy elbizonytalanodtak, eltanácstalanodtak. Hát hadd ne adjak tippet, hogy lehetett volna ezt a mérkőzést a részére megnyerni. A sérülteid rendbe jöttek, ugye? 2 héttel ezelőtt is sérülteid mérkőzés előtt? Igen, igen, végsősorban rendbe jöttek. Nem is legjobb csapattal álltunk ki? Hát igen, a legjobbal. Azt mondhatom, hogy a legjobbal álltunk ki, de nem érzem hangsúlyozni azt azért, hogy azért ez a 70 perc ember hátrányban egy ilyen jó játszó csapat, meg végsősorban egy labdarúgást játszó csapat ellen azért egy óriási hátrány. Érdekes lett volna, hogyha ezt teljes létszámmal végig tudjuk játszani ezt a mérkőzést. Lehet, hogy nem jól látom, vagy kicsit elfogult, vagy én úgy érzem, hogy 20 percig azért inkább mindig tártuk ezt a játékot, minden ellenfél. Hát nem tudom. Ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna. Ha a játékosokat kellene értékelni, most úgy hirtelennyire kit tartottál a csapatból jobbnak, jónak? Hát én megmondom őszintén, hogy az az érzésem, hogy a Bakó kezdi visszanyerni a régi önmagát. Már magabiztosnak láttam, talán nem is tudnék olyan, talán egy helyezkedési hibát tudnék rá olvasni, ha szabad ezt a kifejezést használom, az első fél időben egy szögletni, amikor aláfutott a labdának. Én egyértelműen a mezőny legjobbának én az Udvardit tartom, aki tényleg a tapasztalat, őt nyáron fogva végsősorban az összes labdát leleste, lekeresztezett, jó bravúros szerelései voltak. És hát azért ez egy óriási nagy előny, hogy hátul van egy ilyen ember, aki tartást ad végsősorban. Erdész is jól kikapcsolt a hazai legbeszélyesebb csatára. Igen, az Erdész is nagyon jól játszott, most már Ferivel mondhatom azt, hogy a negyedik mérkőzése maximálisan meg vagyok elégedve. Azt hiszem, hogy önnek jobban is fekszik ez a poszt. Bicskén a Kábel TV sportnézői 3-szor láthatják ennek a mérkőzésnek rövid összefoglalóját. Az adonyi mérkőzés előtt mit tudnál a nézőknek mondani? Hát mondjam azt, hogy rettegünk, hogy megint otthon kell játszani. Inkább ne rettegjetek és jöjjenek ki minél többen, ugye? Természetesen, és hát végsősorban azért, hogy mondjam, én tudom, tökéletesen maximálisan megértem a nézőket is, mert gólra állítoznak, illetve győzelemre állítoznak, de végsősorban higgyék el, hogy azért megpróbálnak ezzel mindent megtenni. Nem is tudom, Győző, hát most, hogy már utána vagyunk a mérkőzésnek, én azt mondom, örüljünk ennek a döntetlennek, mivel emberhátrányba szerepeltünk, és reméljük, hogy jövő héten
sikeres lesz a csapat. Köszönöm szépen. Kívánok előtt. Magam részéről kívánok egy nagyon jó mérkőzést. Természetesen úgy, hogy egy remek mérkőzésen győzzön csapatunk a most még feljutásra aspiráló Adony labdarúgó ellen. Nos, akkor ezek után a Bicske Adony Banyka labdarúgó mérkőzés két csapatának összeállítása. Az Adonyak összeállítás következő: Katona, Balassak, Barócsai, Klér, Simon, Karsai, Nebuc, Ecsődi, Kollár, Killer, Král, Tartalékok, Faragó, Müller, Kollentár, Ner és Paulus. Csapat edzője Pölöskei Tamás. Bicskei közszállítása következő: Bakó, Lóci, Udvardi, Besenyei, Mihajlov, Erdi, Szekeres, Ölvedi, Ránics, Német és Szabó. Csapat edzője Nagy Győző. A mérkőzés játékvezetője Tomai István. Udvardi fejjel és szöglet. Belért egy védő. Nagyon szép támadás, jó beadás, jó fejes volt. Erdész Kollár próbálja szerelni. Most Besenyéné van a labda, jó beadása. Misa forgolódik, ott van Szekeres elő, Szekeres lőhet, és gól! Ez igen! Jó vissza! Tanál Szabó, de Szabó nincs a helyén. Nebuc az, aki idéglenesen visszarúgja. Szekeres szerzi meg a labdát. Szekeres. Szekeres. Szekeres még keményen megrúgja, és ott a gól! Szekeres, óriási gól! Nagy hívbe száll be a labda, érkezik Bakó Tibi, rövid előklözés, a dösszámú játékos, épp hogy mellé. Simon ballal, két tagú a sorfal, hasonló szögmül, Magyar Almásomán gólt rúgott, jó is a labdája, és Katona most biztosan véd. Erdély Fölni, Szabót válasz, hogy Szabó remekül veszi el, lőhetne is, lőjüst, ez belsővel, és Katona remekül tolja ki a rövidből a labdát, szöglet. Besenyér remekül, pöccinti meg, Faragó mellett, és ballal, kipatta a kapufáról a labda, Misa előtt van, Misa hatalmas gólt rúg! A magasba, ővé még a labda, érkezik Misa, megtolja, és ott van Ránics, hatosan helyezés, belerúgja a védőbe. Aztán Erdély szovábbította Misának, jó labda, Ránicsnak, Ránics betör, elébe állak, és 11-est a Tomai játékvezető. Teljesen jogos a 11-es, mondjuk meg őszintén Ráni. 11-es elvégzője tehát Szekeres Gábor a labda mögött, Katonával szemben. És nézzük Szekeres Gabi 11-esét, büntetőjét, hogyan végzi el. Lazán nekifut és bevágja a kapu jobb oldalába. A kapus balra, Szekeres jobbra, berúgja a Bicskei csapat negyedik gólját. És akkor hallgassuk meg az edzők és a mérkőzés legjobbján Szekeres Gábornak a nyilatkozatát. Mérkőzés bentről. Hát úgy érzem, hogy az ellenfelet most a mai meccsen mindenféle tekintetben felülmúltuk. Hát azon kívül szerintem nagyon jó időben jött az első gól, utána a második, és utána úgy érzem, hogy annyira össze volt most kovácsolódva a társaság a mai meccsre, hogy itt úgy éreztem a mai meccsre, hogy gondunk egyáltalán nem lehet. A három gólod közül melyik tetszett a legjobban? Hát nekem az első. Melyik volt a legfontosabb? Az első. Az első. Második nem volt nagy? Hát én szerintem abban benne volt a kapus is. Az biztos, hogy benne volt, de az döntő lehetett 1-0 után, hogy nem egyenlíthettek, mert megadtad a kegyelem döfést nekik. Igen, de én úgy éreztem, hogy azon kívül még kell egy találat, mert különben még itt meleg helyzetek lettek volna. Hát így visszagondolok a többi bajnoki meccsünkre. Én úgy éreztem, hogy még egy kell. De szóval nem is tudom pontosan, de úgy érzem, hogy mai meccsen szerintem fantasztikus volt a társaság. Jó. Az egész csapat remekül játszott, végre te is hoztad a formádat, illetve mérkőzések óta jól játszol te, csak nem rúgtál gólokat. A mai mérkőzés meg rendkívül jó volt a szemszögödből. Hogyan tovább? Mit vársz a három soron következő mérkőzéstől? Abba a puszta szabott csukoró. Folytatódik ez a jó sorozat? Mert végre tavaly október 10-a óta megtört a jég. Megszületett első hazai győzelmünk. Folytatódik ez a sorozat? Én nagyon bízok benne. Úgy érzem, hogy most talán összeáll a társaság fejbe is, nem csak úgy, hogy akarjuk a győzelmet, hanem pályán is megteszünk érte mindent. Én úgy érzem, hogy menni fog. Szerinted feljuthat ez a csapat? Szerintem benne van a feljutás, bár ahhoz még ezt a három meccsből legalább kettőt meg kell nyerni.
Jó, hát én gratulálok, Gabi, további jó játékot kívánok. Töröskei Tamás, a Adonyi csapat edzője. Tamás, hogyan sikerült a múlt héten Sukorót legyőznetek 1-0-ra? Egy nagyon színvonalas, jó iramú mérkőzésen. Ez az egy gól nem tükrözte teljesen a játékképét, mert Smilek bravúrjainak köszönhetően maradt csak 1-0 az eredmény. A bajnokság kétharmadában úgy általában 3-6 hely között tanyáztatok. A célegyenesben viszont már itt vagytok a harmadik helyen. Mi volt a cél az elején és mi lett most? Végül is úgy érzem, hogy a költségvetésünk elég gyenge volt a véget, hát 6-700 ezer forintot kap sajnos ez a csapat. Nem tudtunk játékosokat igazolni, és így 11 fővel kellett, végül is 11 megyei első osztályú játékossal csináltuk meg ezt a tavaszi sikersorozatot, mert a tavaszi eredményeink alapján még Bicskére érkeztünk, 4 ponttal vezettük a tabellát. Ősszel is elég sok mérkőzést elszúrtunk, hát a csapatnak végül is az első 5 hely van kitűzve. Elvárásnak úgy érzem, hogy ennek még meg tudunk felelni. A hazai szereplésetek nagyon jó. 7 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség. Hát mindössze 5 vesztett pont van, 17 szerzett pont. Idegenben is jó, mert 6 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, nem semmi. A két szereplés közül melyiket tartod jobbnak? Én úgy érzem, hogy idegenben jobban tudunk játszani Simon gyorsaságát kihasználva, de otthon viszont a fanatikus közönség bele szokta hajtani a csapatot a győzelembe. Te szerinted az első osztályból fölkerülő csapat hely tud-e állni az NB3-ban? Hát úgy érzem, hogy megfelelő anyagi háttérrel igen. Mert végül is ez a megyei első osztály és az NB3 között nem találok olyan nagy különbséget. Végezetül megkérek, hogy beszéljél a mai a Sport TV nézőinek a mai mérkőzésről. Hát sajnos az eső eláztatta a sikersorozatunkat, a tavaszit, de remélem, hogy még tudunk ezen javítani. Végül is elkerülhető gólokat kaptunk. Az első 3 az mind védelmi hiba volt, a negyedik az meg egy vitatható 11-es, mert végül is 1-0-nál nekünk is a udvardi becsúszásánál kezéről pattant ki a labda, a gólba tartó labda, úgyhogy végül is lehet, hogy akkor más. Hát ma nagyon passzívak voltunk, sokkal többre számítottam. Hát hogy kitemelnék ki a mai csapatból, hát talán a hátvédsorból, mondjuk a Barocsai Csaba az első gólba döntő érdemeket szerzett. Annak ellenére a második féldöve szerintem ő tudta felvenni a küzdelmet a mozgékonyabb és gyorsabb hazaiakkal. Bár úgy érzem, a gólkülönbség egy kicsit túlzott. Akkor már hadd kérdezzelek meg, hogy mit szólsz a hazaiak játékhoz? Hát végül is, hogy a Bicskét láttam, azért megerősödtek, mert tavasszal az elmaradt fordulóban voltam Pusztaszabolcson. Úgy érzem, azért játékos állományuk megerősödött, bár a Plotár hiányát azért megérezték tavasz folyamán. Hát most összejött nekik minden. Sok sikert kívánok. Úgy érzem, most már a Bicske és a Polgárdi között fog eldőlni a feljutás sorsa. Fantasztikus jó meccs után vagyunk túl. Remekül játszott a csapatod. Győztünk 4-0-ra. Végre megtört a jég. Ugyebár 93. október 10-én győztünk utoljára. A mai mérkőzésről mi a véleményed? Hogyan sikerült ezt a magabiztos 4-0-ás győzelmet elérnünk? Hát, én is nagyon örülök avval kezdeni az egészet természetesen. Benne van a csapatban gyakorlatilag ez az eredmény. A 4 gól azt hiszem önmagáért beszél, mert nagyon szép gólok voltak. Külön örülök annak, hogy néhány játékosunk, akiktől azért azt vártuk, hogy vigye ezt a csapatot, ma azt hiszem, hogy igazolták ezeket az elvárásokat. Gondolok én itt a Besenyeire, gondolok én itt a Szekeresre, aki ugye ezen a mérkőzésen 3 gólt lőtt. De azért ne felejtsük el azt sem, hogy ehhez kellett egy egész csapat. Mert valóban nem mondanám azért, hogy fantasztikus játék, mert az ember mindig talál problémákat egy ilyen játékban, de tényleg azt hiszem, hogy a jelentősebb igényeket is kitűntök ebből a mai nappal elő. Én azt úgy láttam, hogy ma valami szerkezeti átalakítást is hajtottál végre a csapaton. Mi volt az? A Nelitó tartalékba tetted? Igen. Megmondom őszintén, hogy a Nelitónak csodálatos dolgai vannak. De azt hiszem, hogy már erről beszélgettünk, vagy sőt, biztos, hogy ez ma valamikor szóba jött, hogy ha a középpályán át tudnak rajtunk gyalogolni, akkor bizony olyan mérkőzéseket fogunk játszani, mint Detyekén, vagy olyan mérkőzéseket fogunk játszani, mint Csákváron, bár a Csákvárész hozzáteszem, hogy azért 70 percet ember hátrányba játszottunk, és az általam előbb említett Besenyei állították ki tulajdonképpen, akinek nagyon fontos szerepe van ebben a csapatban. Valóban le kellett ültetni egy kis padra, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit meg is van magával elégedve,
reméljük, hogy ez pozitív irányba fogja a Nelitót elvinni. Érzésem szerint ez jó taktikai húzásnak bizonyult, mert középpályán mi uraltuk végig a mérkőzést. Igen, igen, rengeteg labdát szereztünk, mert nekem állandóan ez a veszett paripám, hogy hogy a lepattanókat mindig általában, nagyon rossz arányban szereztünk meg a lepattanó labdákat, és ma úgy érzem, hogy rengeteg labdát elhaláztunk, és meg egy kicsit mondjuk azt is, hogy a pálya is kedvezett nekünk. Fürgébb gyerekeink, fürgébb játékosaink vannak, akiknek tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, kutya kötelességük élni egy ilyen talajat a lehetőséggel. Az Adony csapata fantasztikusul jött fel az utóbbi időben, már megközelített bennünket egy pontra. Milyen taktikai elképzelésed volt mérkőzés előtt Adonnyal szemben? Hát nekünk egy, hogy mondjam, egy elfogadható eredményünk lehetett a mai nap ez a győzelem. Ha továbbra is benne akarunk maradni abban a versenyfutásban, ami jelen pillanatban is tulajdonképpen folyik, akkor csak győzhettünk. Nem volt itt különleges felkészülés. Egy tényre, egy tudtuk, hogy a mezőny egyik legtöbb gólját lőtt csapat ezt. Tehát egy kicsit tartással voltunk hátul, de az az érzésem, hogy ma nem igazolták ezt a... Igen, mi is úgy láttuk, hogy Adony valahogy nem úgy szerepelte, hogy azt sokan elvárták volna, de ez mit sem van le a mi értékünkből, hogy simán legyőztük őket. Na de jön Aba, Puszta Szabó, Csukorú. Róla, hogy tulajdonképpen az egész csapat jól játszott. Volt egy-két gyengébb teljesítmény, illetve hát nem is egy gyengébb, hanem, na, közepes, hogy mondjam, közepes teljesítmény, igen. De hát ha minden állam kell valakit mondani, azt hiszem, hogy aki egy mérkőzésen három gólt rúg, az mindenféleképpen illik, hogy így mondjam, megemlíteni. Hát ő a Szekeres Gabi volt, vagy mindenképpen. De az egész csapat elégedett vagy végül is, ugye? Elégedett vagyok. Győző, én sok sikert kívánok. Kívánom, hogy a hátrövő három mérkőzésen győzön csapatod, és kösz szépen az interjút. Én is köszönöm. Bajnok itt augusztus 15-én a Velence Túrc ellen játszott a csapatunk, akkor győztek a fiúk Jakab Zoltán találatával 1-0 arányban. Bizakodunk, hogy a mai hazai záró találkozó is hazai győzelemnek tapsolhatnak a szurkolók és a kedves nézők. Kettő mérkőzéssel bajnokság befejezés előtt tabellán következő helyzet. Bicske csapata vezet 36 szerzett ponttal, 41-24-es gólkülönbség, 17 plusz 17 a gólkülönbsége. Második Polgárdi 35 ponttal, 37-15-ös gólkülönbség, plusz 22 gólja van. Ez a szabolcsi csapat. Ismertettem a két csapat összeállítást, plusz a szabolcs. Petrás, Becséri, Gölöncsér, Lengyel, Tallér, Pécseli, Szabó, Fogas, Fülöp, Baranyai és Vejmola. A csapat edzője Fülöp János, játékos edző. Hazaiak összeállítása Hattinger, János, Lóci Ferenc, Udvardi Endre, Ölvedi Csaba, Szekeres Gábor, Erdész Ferenc, Gyenes Attila, Besenyei János, Szabó Ferenc és Mihályló és Ránics Károly. Csapat edzője Nagy Győző. A mérkőzés játékvezetője Schmidt László, partjázói Zolt László és Kovács István. Na, itt van a szögletújból, Erdész hosszúra, Udvardi érkezik és mellé fejel. Ránics mutatja magát, kapja is a labdát, keresztbe mozog, és egy jó lövés, és egy óriási kapufa! Azt a mindenit, jó 28 méterről leadott lövés. Csapatunk második szöglete, Erdész. Jó, át a hosszúra, Udvardi érkezik, és lecsúszik fejéről a labda az X-en. Lágyan be középre, Gyenes érkezik, fejel, és Petrás véd. Hóferinek jó még, hosszan teszi mag elé, Ránicsi, Ránics lő, és Petrás kinyomja a szögletre. Besenyi lép be a továbbításába, Ránics Kacsi, be középre, Szabó érkezik, ott a helyzet, és óriási lövése fölé. Háromtagú a sorfal, Besenyi ballal, megcsavarja röviden, szöglet, beleír. Thank you.
közben újból nálunk a labda, Ölvedi Csaba, Erdész. Erdész lövő helyzetben, jó a lövés, és épp hogy mellé. És ott egy rossz labda. Misa nem találja el. Udvardinál még, és Udvard elől kivágják oldalon kívülre a vendégek. Nagy a helyezkedés bent át a túlordban, Udvardi fejeli vissza, kapásra Besenyei, és épp hogy mellé, kirugázőnél. Óriási nyomás nehezedik a puszta szabolcsi kapura, ott egy újabb helyzet, ott van Mis előtt, és a védők kivágják, ott egy újabb helyzet, Németh József mindjárt, hogy beáll, fölhetett kapura, Udvardi, Ránics, Karcsi, hagyja el a játékteret. Tehát jó, negyed órával a befejezés előtt csatásorba fog menni. Jakab Zoltán, Misa pedig hátra beállósba. Ez a cserevány kellett, reméljük meg lesz az eredménye. Ott pedig Weimolával szemben, és ott Hattinger érkezik, kicsit késlekedik a kirugással, és a 5-ös számú Tallér Zsolt nagyon csúnyán kapusunkba rúg. Hát vagyunk kénytelenek végrehajtani, Hattinger János lesérült, a kapuban helyére Bakó Tibor 1-es számmal áll be. Bedobás, már is végezte, Németh József tette vissza Besenyeinek. Besenyei, a rövide megcsúszik a labda, és épp hogy mellé! Itt Németh József vezetheti rá a védőkre, birkozik. Fülöp sem tudja elhozni, de Fülöp az, aki visszahúzta Németh Józsefet jó 25 méterre Petrás kapujától. És Fülöp, valószínű, hogy sárgát kap ezért a mozdulatért, így van, Fülöp sem belőnünk a puszta szabolcsi kapuba. Ott egy szekeres beívelés, Udvardig nem jut el a labda, Besenyei tovább, Gyenes, lustot rúg, ott a védők kapkodnak, nem tudják kirúgni a labdát. Szekeres füleli le, fölpörgeti, Besenyei elől, kicsit kipöccintik, Besenyei marad még a labda, próbálkozik, ott van Ránics Karcsi, beindul, jó az indítása! Besenyei, bemegy! És érkezik Fülöp, aki szerel. Te bal oldalról, jól ívelődik át a hosszúra. Ott érkezik, ott van, szekeres elő, szekeres lő! És Petrás elvetődve sípi el a gyengelőést, és ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. 0-0. Tavaly tavasszal az Zenetek aratott 5-0-as győzelemmel kerültünk az első osztályban. Akkor azt nyilatkoztátok, hogy még egyszer nem lesz 5-0. Igen, ezt a fiúknak most is elmondtam, hogy szégyenkezem a tavalyi két eredmény miatt, vagyis a megye másodosztályba és az őszi mérkőzés, ami elmaradt tavaszra, ott is ugye 3-1-re kikaptunk Puszta Szabolcson, és arra is biztattam a fiúkat, hogy szeretnénk helytállni itt a mai mérkőzésen. Tudom, hogy az a Vicskinek kellemetlenül jött, mert ez a mai győzelmükként én úgy érzem, már bajnokok lettek volna, elképzelhető. Lehet, hogy így is bajnokok lesznek, sok sikert kívánok még a további évre is. Ez miatt is próbáltam buzdítani fiúkat, hogy nagyon csúnya vereséget szenvedtünk az 5-0, meg a 3-1-es hazai vereség is. Ez sikerült. Úgy általában az 5.-10. helyen tanyáztatok az év folyamán. De most az utolsó előtti mérkőzéssel ott a kieső veszély zónában voltatok. Mi ennek a szerzésnek az oka? Tavasszal is és ősszel is, vagy ősszel és tavasszal is ugyanúgy adottak a mérkőzés ugye sorba. Az első 8 mérkőzésünkön azokkal a csapatokkal játszottunk, akik ugye a 8. helytől lefelé van. A sorsolásban meg lehet nézni, viszont ez az utolsó 7 mérkőzésünk, ez olyan nehéz sorozat, hogy itt sorolhatnám sorba, hogy Vadony, Aba, Velence, Túsz, Sukoró, Bicske, Sárbogác, ez olyan sorozat, hogy egy állandó bajnokságban jó szereplő csapatnak is gondjai lennének, nem hogy egy újonc csapatnak. Meg kell mondjam, hogy nagyon sok változás van csapatunkon belül, nagyon sok játékosunk van, 20 játékossal rendelkezünk, plusz még én is játszok, de rendszertelen az edzésre járás. Két edzés van, abból egyikre jönnek ezek a gondjaink sajnos. A Bicske Puszta Szabolcs tavalyi bajnokságban 1-1, majd 5-0, idén tavasszal 3-1-es Bicske győzel, most 0-0. Milyennek ítélete ezeket a Bicske Puszta Szabolcsi mérkőzéseket? Én úgy érzem, hogy mindegyik mérkőzés elég kemény mérkőzés volt, ugyan a mai ez egy nagyon sportszerű mérkőzés volt. A 5-0-ás mérkőzésen itt meg kell mondjam, ott szinte leradíroztak bennünket, mert ugye mi már feljutottunk előző két héttel előtte, és itt sajnos egy-két játékos csak lézengett a pályán, meg kell mondjam őszintén. A 3-1-es vereség, ott pedig ugye az a gond volt, mindenki tudja, hogy
akik elmentek tőlünk is elment négy játékos novemberben, az márciusban nem játszhatott, és azon a mérkőzésen szinte alig tudtunk fölállni. Ott szerintem megijedtetek tőlünk, mert mi is tartalékosak voltunk. Igen, igen, végül is a Bicska is tartalékos volt, de hát feljátékban megvertek, ma is erre készültünk. Jó, akkor térjünk a mai mérkőzésre. Mit szólsz a 0-0-hoz? Hát én nagyon örülök az egy pontnak. Ezért jöttetek? Ezért jöttünk, megmondom őszintén, de én úgy voltam vele, hogy szeretnénk győzni, már csak azért a három mérkőzés alapján szinte egy pontot szereztünk, az csak egy bizakodás, ugye természetes nem sok esélyünk volt rá, de szerettünk volna egy pontot mindenképp elvinni. Mert a óriási Bicskei nyomás nehezedett mind a két fél időben. Hogyan bírtátok ezt? Te ott voltál bent? Hát az elején egy 15 perc alatt sorozatban volt, nem is tudom, 3-4 olyan zicserük, ami szünetben mondtam is, amiből végül is szerencsénken múlott, nekik még szerencsétlenségű, és kapufa volt, mellé fejelték 5 méterről, amire direkt kértem őket mérkőzés előtt, hogy fel kell készülni, hogy jön az udvardi, egyéb sorba is, pont abból adottak a helyzetek egy 15 percig, amik szép, kényelmesen, szóval nem koncentráltunk egyből az elején, ugye? Most már bemaradtok? Hát ez a mai mérkőzés fontos volt, mert ugye 4 pont előnyünk van a pusztán előtt jelenleg. Ha értékelni kellene a játékosok egyéni teljesítményét, kit tartaná a csapatodból jónak? Csapatomból? Hát a kapuló Petrás Ernő, úgy érzem, hetek óta jó teljesítmény nyújt. Mind a két védőnk, aki emberfogó poszton játszott, azt hiszem megfelelőt nyújtott. Hát a középpályán voltak gondjaik, és elől, aki nagyon ügyes volt, a Tallő Zsolt, rengeteget fut. Nincs csatárunk, ez a legnagyobb problémánk, ő is középpályás. Végezetül mit szólsz a Bicskei játékához? Hát megmondom őszintén, itt most mondtam az öltözőben is, múlt héten Sukolónál ugyanez a gond volt. Rengeteget futnak, rengeteg keresztmozgás van, jól játszanak, jól passzolnak, csak elől gondjaik vannak, úgy érzem, hogy nem tudnak megfelelő helyzeteket kidolgozni, mert a beadások ez csak egy lehetőség. Szóval mi nem vagyunk erre fölkészülve, de én csak abból mondom, én is játszottam felmérkőzést NB3-ban, ott ezzel nagyon nehéz ilyen... Kívánom nekik, jussanak föl. Jó, János, hát mondjuk valójában őszinte egy szerencsétek volt. Ettől függetlenül gratulálunk a pontszerzéshez, és kívánjuk, hogy maradjatok benne. Szépen köszönjük. Ez győző. 13. mérkőzésen is veretlenek maradtunk. De nyeretlenek. Hát azt nem mondanám, hogy nyeretlenek, mert két héttel ezelőtt nyertünk. De a mai mérkőzésre gondoltam, hogy mai mérkőzésen nyeretlenek vannak. Voltunk, nyilván, hogy ennek is megvannak a maga okai, még szakmai boncolgatást igényel, de sajnos ez a mérkőzés is bizonyította azt, amiről tulajdonképpen egy egész tavasszal beszélgettünk. Ugye a 16-osig még úgy, ahogy elfutballozgatunk, de felállt védelem ellen megfelelő csatársor hiányában sajnos képtelenek vagyunk valami pozitívat alkotni. Úgyhogy ez a döntetlen tulajdonképpen azért fájó valahol, mert egy nagyon titkos álmunk ezzel gyakorlatilag széjjel foszlott, mert ehhez már ugye egy csomó szám elég számolgatás kellene, meg az oldal ellenfeleknek az eredménye. Végül is úgy érzem, hogy ezzel a mai 0-0-al, mint az előbb említettem, egy nagyon szép álmunk szerte foszlott. Esélyünk az utolsó mérkőzés előtt a feljutásra. Igen, és esély ez mindig van, remény hal meg utoljára, szokták mondani. De itt már tényleg csak matematikai esélyeink vannak, mert nekünk győzni kellene idegenben egy komoly ellenfél ellen, a Sukora ellen, aki úgy ítélem meg, hogy az utolsó pillanatig, ha nem is a bajnokság, de egy jó helyezésért szállhatva jövő héten ellenünk. Egy kellemetlen eredmény esetén még az első helyről lecsúszhatunk a harmadikra is. Hát én azt mondom, bizakodjunk, mert végülis még összejöhetett a mai csákvári mérkőzésen is számunkra jó eredmény. Térjünk már vissza egy kicsit a mai mérkőzésre. Nyomasztó fölényben játszottunk. Rengeteg gólszerzési lehetőségünk volt. Miben látott ennek az okát, hogy végülis egyet nem sikerült benyomni az ellenfél kapujába? Hát tulajdonképpen két része bontanám, az első, illetve a második fél idő. Az első fél idő első 25 percében egy rutinosabb, tapasztaltabb csapat ezt a mérkőzést eldöntötte volna. Gondolok a fejesekre, vagy a kapu előtt kínálkozó lehetőségekre, a Karcsinak a kapufájára. Az az érzésem, illetve azt hiszem, ezt már többször mondtam, ez a csapat nem bírja el gyakorlatilag ezt a lélektani nyomást, ami most már hetek óta rá nehezedik. Az az igazság, hogy felkészületlenek vagyunk mi még egy magasabb osztályra. Ahhoz kevés a rutin a játékosokban, most nem akarok név szerint tulajdonképpen senkivel sem foglalkozni, de a csapatnak mintegy a fele gyakorlatilag most ízlelte meg a megyei első osztálynak a légkörét, úgyhogy, hogy mondjam, részükről még
majdnem azt is merem mondani, hogy ez a rutin tulajdonképpen nem is várható még el. A Fülöp játékos edzőnek azt mondtam, hogy szerencsével határos módon szerezték meg az egy pontot. Te is így tartod? Nagy szerencséjük volt? Hát igen, igen. Mondhatnám, bár itt nem szabad a szerencsére, túlságosan a szerencsére hagyatkozni, illetve hivatkozni. Ezt a mérkőzést nekünk az első fél időben el kellett volna dönteni. Ahogy telt múlt az idő, a második fél időben egyre inkább éreztem, hogy a játékunk amúgy sem volt gördülékeny, de egyre görcsösebbé vált, és ahogy telt az idő, sajnos ez a rossz passzokba, a kapu előtti határozatlanságokba, rosszul végrehajtott szögletekbe, a rosszul elvégzett szabadrugásokban nyilvánult ez meg. Ennek ellenére, hogy nem sikerült gólt rúgnunk, úgy a játékosok teljesítményével ki az, akivel elégedett vagy, vagy kikkel vagy elégedett? Nem szokásom én senkit sem ki emelni, illetve nagyon kiugró teljesítményt kell nyújtani valakinek, hogy én itt a tévényilvánosság előtt megdicsérjem. Én úgy ítélem meg a mai mérkőzésen, jó közepes átlag teljesítmény nyújtott mindenki, kiugró teljesítmény itt nem volt. A hozzáállásokkal, a harcosságokkal alapjában véve én elégedett vagyok, de azt elmondhatom az egész tavasztal és egy-két mérkőzést kéve. Én úgy érzékeltem végig, hogy itt az akarással nem volt gond tavasszal. Lehet, hogy kívülről ezt másképp ítélte meg, én így ítéltem meg ezt a kérdést. Hát győzős, a házi góllövőistán Plotár mögött a második helyen áll. Zolikám, hogyan emlékszel góljaidra? Velencetúz, Pusztaván, Martonvásár, Abba, Pusztaszabolcs. Ezek közül melyik tetszett a legjobban? Hát, talán az elsőt említhetném, mivel tavaly, ahogy felkerültünk a másodosztályba, az első osztályba, az első bajnoki mérkőzésen a Velence Tours ellen egy győztes gólt sikerült rúgnom, és talán ezt tetszett a legjobban. Ma negyed órát játszottál. Kívül úgy látszott, hogy benned van a további gólszerzési lehetősége. Ha esetleg edző több bizalmat szavazott volna, szereztél volna több gólt? Erre nehéz nagyon válaszolni, de ha nincsenek a futballban, ennyi bizalmat kaptam, ennyi gólt sikerült rúgnom. Nem biztos, hogy ha én játszok a mai mérkőzésen, akkor gólt sikerült rúgni. Jó. Milyen a csapat hangulata belülről? 13. mérkőzésen vagyunk túl, és mindössze 4 győzelmünk van most tavasszal. Én azt hiszem, a csapat hangulatával nincs gond, mindenki becsületesen készül, edzéseken majdnem mindenki minden alkalommal itt van. A helyzet kihasználás az, amiben gondokat látok. Itt meg az, hogy itthon meccseinket nem hoztuk, majdnem mindöntet le lett. Ezt a bajnokságot simán megnyertük volna, ha hazai pályában szerepelünk. Ősszel nagyon jól szerepeltünk. Tavasszal ismeretlenek vagyunk hosszú heteken át, de az eredményünk már nem olyan, mint ősszel. Hát igen, amit az előbb is említettem, a helyzet kihasználások vannak a gondok, és úgy érzem, hogy azért az ősszel egy kicsit erőn felül teljesítettünk. És mindenki azt a teljesítményt várta. Te szerinted? Nem rajtunk múlott, azt hiszem. Érted, hát rajtunk múlott, nem az akarásom múlott. Nem az akarással volt baj, ezt láthattuk valamennyien. Te szerinted van-e még esély a csapatnak arra, hogy NB3-ba kerüljünk? Hát az igazsággal most már nem a mi kezünkben van a döntés, mivel mint túl a polgárdi győzött Csákváron 1-0-ra. Úgyhogy ha ők vasárnap nem hibáznak, akkor NB3-asok. De én bízom benne, hogy ha mi győzünk Sukoron, a polgárdi botlani fog adonyba, úgyhogy fel fogunk jutni. Hát Zolikám, kívánom, hogy kerülj be a csapatba, rúgjál még gólokat a csapatnak, és kösz szépen az interjút. Fehérváron az Ikarusz pályán legyőzi a Sukorót, és Polgárdi betlizik, vagy kikap, akkor csapatunk a bajnok. És ők nyerik a bajnokságot. Tehát ezek után a kis esélyletargatás után, akkor kérem, hogy tekintsék meg a mérkőzés legérdekesebb jeleneteit. Itt éppen a Sukorójak látható Fehérben, jobb oldalt pedig a Bicskeiek. Próbál kijönni, kibújni, de a játékvezető tovább engedi, Lóci lő, és a kapus Smilek véd. Hibáját helyrezve tornásza ki szögletre labdát.
kedves elégtelenségbe szokták bevenni. Nyugdíj, a vesélye? Nem a vesélye miatt fél, hanem attól, hogy meg kell magyaráznia a dialízist a könnyére. Előtt marad még az a balla, lő, megpattan a labda és Hattinger véd. Besenyei János fogja elvégezni a szabadugást, balla csavarja és épp hogy elszáll a bal kapufa tövénél a labda. Salac fogja elvégezni a szabadugást, 25. percben járunk már. Hattinger mozdulni sem tudott rá, és ott Erdész rúgja ki a labdát. Szabadítant a labda, hanem gólvonaltól jó egy méterrel kifelé is. A kint lévő nézőket nézik. Elmondom, hogy házi góllövő lista jelenleg hogyan áll. Lothár Gyula 10 gólt rúgott csapatunk javára. Jakab Zoltán 5 gólos. Németh József e mérkőzés előtt mondom mindezeket. Tehát Németh József 3 gólos, Erdész Ferenc 4 gólos, Mihajlov 3 gólos, Magon József 3 gól, Szekeres Gábor 3 gól, Besenyei János 3 gólt szerzett, és 1 gólosak Udvardi Endre, Alfonzó, Nelitó, Jankovics László, Gárdony Mihály, Ránics, Karcsi és Horváth Imre. És van egy öngólunk Baracska ellen, így jött össze a 41 gól. Tehát emérkőzés előtt Polgárdi 37 pontos, Bicske 37 pontos szintén. Csapatunk gólkülönbsége 41-24, a Polgárdi, aki 38-15-ös. Tehát Polgárdi gólkülönbsége 6-tal jobb, mint a miénk. Ezért nekünk a döntetlen nem jó. Jobb lenne egy kis győzelem természetesen, ha a Polgárdi adonyban X-el mondjuk. És akkor jönnek Szekeres, Misa, Németh József, Lóci, a Baracskaiak, Ránics Karcsi, Gyenes Attila, Nelitó, Nagy Győző, Fésű Ferenc, partjelzővel beszélget Győző, és a Sukorolyak, meleg játékvezető, és Horváth. Nos, akkor nézzük a második félidőtől. Ránicsat indítja, Karcsi vissza Szekeresnek, Szekeres lövő helyzetben, és mintegy két méterre jobb alsó sarok mellett vegye el a Lasztia játékteret. Szóval a labdáért nem sikerült neki megszerezni egy jó indítási kísérlet, hát ezt számúsuk a játékos túljut Hattingeren, Hattinger másodszor, harmadszor sem tudja megszerezni a labdát. A játékos nem esik el, ennyi szabályt ad a játékvezető, Gyenes Attila kifejeli, Németh József továbbít már Szekeresnek, Szekeres remek labdát tálal, Nelitó kijobra, ott van, Magony előtte a gólszerzés lehetősége, de nagyon rosszul találja el a labdát, így mellé száll lövése. És előtt a labda, a második félidőben sokkal többet támadunk, sokkal agilisebben mozognak a fiúk, Szekerestél a labda, visszateszi lövőre, Ránicsnak, Ránics belsővel, lősz Milek, azonban védi a gyenge lövést. Próbálja visszaszerezni, de ott már felszabadítanak. Nelitó, Misának, Misa lábáról lecsúszik a labda, és Milek biztosan fogja. Lóci szabadugása be Udvardinak mellel, és félfordulattal Endre fölé rúgja. Ebből sikerül, Erdész remekül indítja ott bal oldalon Németh Józsefet, Juska ráviszi a védőre, Misának tovább is, Misa éppen, hogy mellé lő. Pedig Magony állt be, itt pedig lent, Szekeres félfordulatból nem találta el jól a labdát. A Udvardi továbbított, Kigyenesnek, Szekeresi a labda. 74. percben járunk már, Szekeres beíveli középre, középhátig visszafelé, rosszul találja a védő, Németh József lövésébe még beleérnek, Pál tette bele a lábát, ez mit sem változtat azon, hogy Németh József találatával csapatunk megszerzi a vezetést. És ezzel az egyik hónaljadon, és egy hagyományos dezodort a másikon. A nap végén két tesztcsikkal ellenőrizd az
egyik oldal elszíneződött a nedvességtől, míg a Rexonával befújt oldali szárazabb maradt. Ez igen, nézzük ezt a gólt még egyszer, nagyon szép volt. Tehát itt van rosszul fejelekkel védő, és német József rúgja, egy védő még beleért, és így született meg az, hogy Smilek mellett, aki balra mozdult, a kapu jobb oldalába vágódott, csapatunk vezető gólja, és ezzel 1-0 arányban vezetünk, tehát Székesfehérváron, az Ikarusz pályán, Sukoró csapata ellen, ezzel továbbjavítva idegenbeli mérlegünket is. Eddig is nagyon jól szerepeltünk, 7 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereséggel álltunk az első helyen, de most 21 pontosak leszünk, ha megnyerjük ezt a találkozót. És akkor javul a mérleg, 8 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereség. Rendkívül jó szereplés, ezt csak meg kell tartani hátralévő 15 percben, és akkor nem lesz baj. Egy kis frissítő ilyenkor nem árt, nagyon nagy a hőség, mint már mondottam, 34-35 fokos melegben játszottak a csapatok. Jól esik ilyenkor a frissítés a játékosoknak. Ígérem, mondjuk 16-osnál jár, és ott egy szabálytalanság. 16-os vonalánál meleg játékvezető szabadrugást ítél csapatunk javára, az utolsó percekben járunk már. Szekeres Gábor végzi el a 16,5 méterre, és szabadrugást, Milek pedig óriási bravúrral nyomja ki szögletre. Csak már lett, és ebben a pillanatban véget vett a találkozó. Adony polgárdi mérkőzés eredménye is úgy fog összejönni, hogy a számunkra kedvező lesz, de ezt hamarosan megtudhatják. Véget vett a találkozónak a nyilatkozatokból is majd. Tehát most már vége van a mérkőzésnek, dicsekedtem azzal, hogy idegenben nagyon jó szerepelt csapatunk. Engedjék meg, hogy tabellát is elmondjam. Első helyen Bicskál 21 szerzett ponttal, második Polgárdi 19 ponttal, harmadik Ferencetúrsz 13 ponttal, negyedik Adony 13 pont, ötödik Sukoró 12 pont, hatodik Etyek 12 pont, hetedik Pusztaszabolcs 12 pont, nyolcadik Csákvár 11 pont, kilencedik Aba 11 pont, tizenkettedik Baracska 8 pont, 13. Pusztavám 6 pont, 14. Perkáta 3 pont, és 14. Perkáta, 15. Magyar Almás. A Dunafer csapata 5 pontot szerzett idegenben. Mint tudjuk, az ő eredményei nem számítanak bele a bajnokságban. És íme az ünnep eredmények alapján első Etyek, második Adony, harmadik Sukoró, negyedik Velencetúrsz, ötödik Aba, hatodik Polgárdi, hetedik Bicske csapata. Hát, ami igaz, igaz, hetedik helyzet, 5 győzelmünk van, 8 döntetlen és 1 vereségünk, 18 szerzett pontunk, ez bizony gyengécske. Nos, akkor hallgassuk meg a két edzőnek a nyilatkozatát. Kedves nézőknek bemutatom Nagy Győzőt, a Bicskeiek edzőjét. Győző, még mielőtt a mérkőzésről fogadnálak, véget ért egy újabb szezon, a nézők találgatnak, hogy kik mennek, kik jönnek a csapatból, illetve a csapathoz. A te edző sorsoddal kapcsolatban mit tudnál mondani? Hát, talán kezdeném a csapattal.
Semmiféle konkrétumot nem tudok mondani, hogy ki jön, meg ki megy, meg ki marad, meg megmondom őszintén, hogy, és akkor ide kapcsolnám az én sorsomat is, hogy ebben a témakörben még nem beszélgetünk el a vezetőkkel. Ez egy komoly szakosztály értekezőnek a témája kell, hogy legyen, akár az én sorsokra van szó, vagy akár a távozó vagy jövő játékosok személyéről. Egy ténykérdés, hogy jelen pillanatban igaz, hogy túl vagyunk most egy győztes mérkőzésen. Nem tudjuk még, hogy az ellenlábas mit játszott. Ugye ennek a függvényében is azért itt változhatnak a dolgok, ugye, hogy MB3 vagy nem MB3, vagy a jövő évi célkitűzés. Szóval gyakorlatilag csak egy dolgot tudok mondani, és ez nem, tényleg nem titkolózás vagy egyéb dolog, hanem tényleg semmi konkrétumot ebben a témakörben tudok mondani. Hány évig voltál Bicskén edzés, milyen eredményeket értél el a csapattal? Hát ez a második évemet töltöttem itt. Hát tavaly ugye köztudott, hogy a megye másodosztályból fölkerültünk a megye első osztályba, hogy aztán itt most hogy szereplünk. Csak ismételni tudom önmagam, amit az előbb mondtam, hogy ugye ennek a úgynevezett Adony polgári mérkőzésnek a függvényében beszéltünk első vagy esetlegesen egy második helyről. Ma úgy érzem, hogy a második mindenféleképpen megvan. Ha már az eredményekről beszélünk, hadd említsem meg, hogy idegenbeli mérlegek alapján az egész bajnokságot első helyen zártuk. Mit szólsz ez a helyezéshez? A hazai szereplésünk pedig 8. Kétségkívül, hogy így van, de azt hiszem, hogy erről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy megmondom őszintén, hogy kicsit örültem is, hogy ezt az utolsó mérkőzést vidéken játsszuk. Ilyen hazai fóbiánk van, megmondom őszintén, azt hiszem, ezt már néhányszor elmondtam. Ez a csapat nem tud kimondott szószoros értelemben játszani. Ez a csapat ez kiizzadta a győzelemeket, ez a csapat kiizzadta a döntetleneket. Egy biztos, hogy a védőjátékunk, ha időnként hagy is némi nemű kívánivalót maga után, de itt vidéken természetesen sokkal jobban érvényesül. Itt azért jobban támadnak bennünket, és hát elől azért sok, vagy kevés lehetőség, elől azért néha el szoktuk találni a kapcsolatot. Érjük már vissza egy kicsit a csapatra, az egyesületnél dolgozó 2 éve. Milyen vezetőkkel, illetve milyen csapattal dolgoztál? Hát azt hiszem, hogy már egyszer beszélgettünk erről, de hát csak ismételni tudom önmagamat. Én a srácokat maximálisan csak dicsőni tudom a hozzáállásuk, a mérkőzésre való hozzáállásukat is. Az, hogy időnként nem jött össze, hát Istenem, hát nem világválogatott egyik sem. Hát biztosan van olyan tévénéző, aki nem tudja, hogy civil életben mivel foglalkozol. Elárulnád a tévénézőknek? Persze, nem tudom, ezt tanárkodom, hogy. És folytatod azt? Hogyne, hát én tanítok emellett. És mellett a edző tevékenységet is? Igen. Térjünk rá a mai mérkőzésre. Mit szólsz a nagy nehezen kicsikart győzelmünket? Ilyenre számítottunk, illetve számítottam. Én megmondom őszintén, hogy én azt hittem, hogy azt hittem, hogy a sukoró egy kicsit, most nem akarom leértékelni, félreértés ne essék, azt hittem, hogy egy kicsit támadóban fog játszani, de az első fél idő eseményeiből lehetett látni azt, hogy átadták a teljes félpályát, gyakorlatilag fel tudtuk passzolgatni minden nehézség nélkül, majdnem, hogy azt mondom, a támadó harmad végéig, és hát itt szerencsétlenkedtük el tulajdonképpen az első fél időt. Második fél időben már úgy érzékeltem, hogy több mozgás volt, akkor már több, hogy mondjam, helyzetünk is volt. És hát az az igazság, hogy most a Magó Józsi annak ellenére, hogy egy óriási helyzetet kihagyott, mert mondjuk meg nyugodtan, de viszont a mozgékonyságával elég hamar zavart keltett itt az ellenfélnek a baloldali védelmébe, és azért bizonytalanabbá tette őket lényegesen az első fél. Végül is elégedett vagy a mai szerepléssel? Hát maximálisan elégedett vagyok. És az összeredményünkkel? Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy javar is természetesen. Állom azt, hogy a Adony polgári mérkőzésen számukra kedvező eredmény szülessen, és akkor további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen az interjút. Most egy kicsit izgulni fogunk, hogy meg volt ott az eredmény. A sukorójak edzőjét. Kedves Károly, végig ott voltatok a feljutásra pályázó csapatok között. Egyáltalán ti szerettetek volna feljutni? Teljes értékben az volt a szándékunk, hogy feljussunk. Kicsit elszámítottuk magunkat, nem tudtam olyan játékos állományt összehozni, amelyik ütőképesebb lett volna. Úgy érzem, hogy ez a negyedik, ötödik hely, és nem tudom, hogy hol végeztünk végeredményben, ez majd a mögöttünk játszott csapatoknak a helyezésétől függ, mérkőzéseitől függ. Én úgy érzem, hogy reálisan sikerként kell ezt elkönyvelni. Hát a lehetőség benne volt a csapatban, jellemző volt a bajnokságok, a nagy keresztbeverések, voltak nálunk lényegesen képzettebb csapatok is, és tulajdonképpen azért
örülünk neki, hogy egy nálunk képzettebb csapat és egy jobb csapat, összességében jobb csapat nyert a bajnokságot. Te szerinted hol ment el a hajó? Nálunk a játékos vásárlásnál ment el a hajó. Mi nem tudtunk olyan játékos állományt összehozni. Ígéretekkel voltunk elhalmozva dr. Brávác Otto felől és a Parmalat felől, hogy majd kapunk játékosokat. Közben hátulról minden csapat meg lett erősítve, főleg az MB3-asok, ami teljesen normális. Mi nekünk olyan játékosokat adtak, akik megyei első osztályú szintet nem ütötte meg. Idegenbeli szereplésetek elég gyenge. 5 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség. Hazai mérlegetek viszont fantasztikus. 9 győzelem, 3 döntetlen, és a mai második vereség volt. Hát külön öröm számunkra, hogyha bajnoktól kaptunk ki ebben a szezonban itthon. Itthon ebben a szezonban nem kaptunk ki. A gyenge szereplésnek idegenben a játékosaimnak a kis hitűsége az, amit fel tudnék hozni. Én úgy érzem, hogy autodidaktákkal nem lehet futballozni. Egy-két vezéregyéniségnek kellett volna a csapatba lenni. Amíg el tudtam hitetni a játékosaimmal, hogy tényleg jobbak a többieknél, addig ez a lendület ment bennük. Amikor egy-két pofont kaptunk, a sérülési hullámok, a centerünknek a kiesése, egyéb más körülmények, attól a pillanattól kezdve a játékosoknak megállt az önbizalma, megállt a játék is. Én úgy érzem, nem kaptunk sem a saját nézőinktől, sem pedig összességében olyan támogatást, mint amit ez a csapat megérdemelt volna. Tulajdonképpen a harmadik bajnokságunkra készültünk. Hát a világ 8. csodája lett volna, hogyha följebb jutunk, azt hiszem. Nem jött össze. Ettől függetlenül, hogy mi a véleményed a megye első osztályú bajnokságról? Én nem azért, mert mi elől végeztünk, de én azt mondom, 5-6 csapat nyugodtan helyet cserélhetne a Duna csoport MB3-as mezőnyével. Ez a csapat, illetve ez a csoport, elnézegettem, nem lett volna számunkra nehéz. Ez nem a mi bajnokságunknak színvonalát mutatja, hanem inkább az MB3-ét. Én ugye a labdarúgás ezen a szinten, tehát a első, másodosztályú, sőt még a körzeti szinten elindult valami, amennyiben erre a vezetők oda fognak figyelni, és támogatják, megtalálják az emberek, és nem pedig különböző hókusz-pókuszokat, akkor itt a labdarúgás fel fog emelkedni. Ennek van néhány éve még. Következő bajnokság célkitűzése, csapaterősítés? Én maximalista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ezzel az állománnyal még egyszer nem próbálom meg a bajnokságot, mert számomra értékelhető eredmény csak az első, mint ahogy csak az első jutott tovább. Én pénztárcába kell nyúlni, szponzort kell keresni. Most is egy 500.000 forinton múlott körülbelül a mi bajnokságunk. Én azt hiszem, hogy ilyen szinten ennek nem lett volna szabad akadály. Egyedül voltam végig a sukulói csapat. Ez volt az első olyan esemény, amely említésre méltó volt. Nézzük meg ismételve ugyanezt. Meg kell, hogy mondjam, hogy a sorfalunk valószínűleg rosszul áll. Ez meglehetősen sok város irigylését váltotta ki. Én már azért mondom ezt, hogy váltottak ki múlt időben, mert az összefoglaló természetesen a meccs után készült, és tudom a véleményeket. Jelen pillanatban a 20. perc körül járunk, amikor a sukulói csapat, mert hiszen azt még ugyan nem is mondtam, hogy sukulóra játszunk, mi sárga és kék mezbe, Hauser felirattal, szerencsés mezbevonások. A fiúk egy kapufát lőtt szabadrugásból a sukulói csapat. Ez volt az első olyan esemény, amely említésre méltó volt. Nézzük meg ismételve ugyanezt. Meg kell, hogy mondjam, hogy a sorfalunk valószínűleg rosszul állt fel, de ha ez beakad, azt lehet mondani, hogy ez védhetetlen bomba volt. Hát szerencsére nem akadt be, nem is tudom, hogy mi lett volna akkor, hiszen, mint az előbb már mondtam, 20 perc telt el a kezdés óta, itt még egyszer látjuk ismételve. Kérem szépen, kifogástalan rugás volt, el kell ismernünk, akármennyire sukoló rúgta, ez be is akadhatott volna. Nézzük tovább. Nos, egy a lényeg, a második félidőben vagyunk. Most a bicskei csapat balról jobbra játszik. Fehér mezben a sukorói csapat. Hát itt van a gól. Kérem szépen, nem egy nagy gól volt, de a hatalmas lelkesedés
megtette a hatását, és bepasszíroztuk szinte a sukkolói csapatnak itt a közönséget. Látjuk egy pillanatra, akik rendkívül módon örültek természetesen a vezető gólnak. Én is kérek a operatőr nevében is, hogy ilyen kapkodással váltotta a közönségre, de hát érthető, hiszen nagyon sokat vártunk erre a vezető gólra, és tulajdonképpen akkor még nem tudtuk, hogy ez a gól jelentette a bejutásunkat az NB3. Székesfehérváron találkoztunk Szigeti Ildivel, aki a adoni meccset figyelte, és onnan hozta az eredményt. Ott 0-0 volt, nálunk 1-0, és ezt Székesfehérvár kellős közepén, a centrumban tudták meg egymástól, és itt törölkeztek össze tulajdonképpen a bajnokság első helyét megszerezve, és ennek örömére. Azt hiszem jobb, hogyha én most hallgatok, és csak azt nézzük, ami a tiszta öröm, mert hiszen nagyon nagy szeretük van. Képen látható embereknek, vezetőknek ebben a sikerben. BTC pályával ezek a képek ebben a pillanatban tudták meg a többiek is. Meghatodottság, öröm. Minden szóval fut meg be sorba az autók, mert hiszen megbeszéltük a sukkorói pályán, hogy itt találkozunk. Nem tudtuk akkor még az eredményt, de Jóász szóval már tudja, az elmaradhatatlan cigaretta a szállába. Ott már sejtenek valamit a jótrendünkből. És kérem szépen, a rendszám fárdjon, a csuda vigye el. A lényeg az, abban a pillanatban, amikor kiszálltak már kapcsoltak is, hogy mi az NB3-on találtuk. Remélem mind az 1200 lakásban volt bevezetve a kábel televízió vezetőkre nézik ezeket a pillanatokat, hiszen el kell mondanom, mekkora eredmény ez, és hogy megismételhetetlen pillanatok között. Gratulálom, Győző! Nem akarom még most sem elég. De pedig ez igaz. Nagyon gratulálok. Hello, 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 hello
Hogy velünk tartottak, ezekkel a képekkel búcsúzunk a BTC labdarúgó pályájáról, és remélem velünk együtt örülnek önök is, hogy csapatunk feljutott az NB3-ba. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem jövő héten ismét velünk tartanak, viszontlátásra, viszont hallásra.